Évről évre folyamatosan fejleszti turisztikai látványosságait és lehetőségeit Vásárosnamény. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Gergely-Ugornyai Tiszapart és a hozzátartozó üdülőterület. Az ott tulajdonnal rendelkező vállalkozók elmondása alapján az idei bevételük jelentősen elmarad a tavaly ilyenkorihoz képest. Ez a változó és nyáriasnak nem igazán nevezhető időjárás, valamint a szúnyoginvázió miatt alakult így. Az önkormányzat odafigyel a Beregszíve üdülőközpontra, ezért a területen saját fejlesztésből hétfőn egy kultúráltabb tisztálkodásra is alkalmas helységet építettek ki. Ez egy olyan projektnek lenne majd a része, amit most előre magunknak kellett megfinanszírozni, hiszen van egy 1,3 milliárdos turisztikai fejlesztési program konzorciumban, de ez még nem tudott elindulni, hiszen hogyha itt egy település egy kicsit lemarad, akkor a többiek is megcsúsznak. Ugyanakkor mi folyamatosan fejlesztjük a Beregszíve üdülőközpontot, és olyan kollégák kerültek oda, és olyan szerepet látnak el, akik próbálnak az ide érkező csoportoknak, mind a bringás turistáknak, mind a vízturistáknak kedvező helyet és helyszínt teremteni. Az önkormányzat jelentős szerepet vállal az étkeztetés területén is. Fontos, hogy az ide látogató turisták a helyi gasztronómiai kínálatból is kapjanak ízelítőt. Az elmúlt héten egy 32 fős szolnoki diákcsoport nyaralt a városban, akik mindent megkóstoltak és kipróbáltak, amit érdemes a környéken. Ilyen például a vízi turizmus, amely rendszeresen az egyik legjelentősebb bevételi forrást jelenti az önkormányzat és a helyi vállalkozók számára, de népszerűek a kerékpártúrák is, valamint ennek a kettőnek a kombinációja. A polgármester azt is elmondta, egyre nagyobb figyelmet kap a templom és a vadászati turizmus is, hiszen ezeknek Vásárosnamény a bölcsője. Ha csak a zuhád napot nézzük, ugye mivel belépő nincs, így most mondhatok bármit, mondhatok 20 ezeres számot is, mondhatok 15 ezeres számot is, de csak a zuhád nap tekintetében szerintem 10 ezer főnél magasabb volt a látogatottsága. Ugyanakkor a Gergely-Ugornyai Tiszapartot, ha most kivennénk a rendszerből, akkor is látjuk, hogy a szállásadóink itt bent a városban is, a hotelek, a szállásadók, a falusi turizmus a Gergely-Ugornyai másik részén, tehát nem az üdülőterületen, hanem bent a település részen, ők nem panaszkodnak. Látjuk azt, hogy a Turinform irodában rendre megfordulnak németek, hollandok, angolok, tehát az Európa valamennyi országából elérnek ide. Ez azt jelenti, hogy van egyfajta marketing tevékenység a megyében, a járásban, a városban, ami megmozgatja az emberek fantáziáját. A turisták a fejlesztéseknek és a jól szervezett programoknak köszönhetően érzik azt, hogy érdemes a 40 éves kisvárosba akár több napot is eltölteni. Az önkormányzat ezért az elmúlt években külön figyelmet fordított arra, hogy rendszerben gondolkodjanak és egyre inkább egymásra épüljenek a kínált szolgáltatások.